Hát sziasztok! Hát sziasztok! Na. Örömmel látlak titeket újra. Jaj, és a kamerámon el is indult az AI, úgyhogy majd mindjárt segítünk, hogy kikapcsoljuk. Jó, Megengeditek-e, hogy gyorsan bemutassalak titeket, pont a hosszú-hosszú ismeret barátságnak. Meg hát. Oké. Hát akkor titeket is szeretettel köszöntelek, és akkor bemutatnám nektek, ugye udvariassági sorrendet tartva, Béni Noémit, aki képzett fizikus, és technikus egyetemen segítője a mellette álló fiatalembernek, dr. Szilesi Zoltánnak, aki a fizika tudományok doktora. Jelen pillanatban szemben tartózkodnak, hogy miért, azt inkább árulják el ők. Hát szervusztok! Mielőtt elindulunk, egy szolgálati közlemény vagy szolgálati kérést szeretnék megfogalmazni. Ja igen, arra van a kamera. Ebben a tudományterületben divatos a tegeződés. Ugye tanár úrral mi egészen mások miatt tegeződünk, mi egy baráti társasághoz tartozunk, majd még erről lehet, hogy fogok beszélni finoman szőr mentén. De alapvetően a tudományterületünkön szokásos a tegeződés. Nem csak magyarul, hanem az összes olyan nyelven, ahol létezik magázódás. És mivel ti az én kollégáim lesztek most, én azt kérem, hogy tegeződjünk, mint az idősebb okán is ezt megpróbáltam előrehozni. Úgyhogy ha megengeditek, akkor én tegeződöm, és azt kérem, hogy ti is tegezzetek minket. Jó, igen, köszönöm a bemutatást. Valóban ezek a dolgok igazak. Hát annyi, hogy én egy kis doktor, meg a Noémi is, mi kis doktorok vagyunk, nagyon kicsik, úgyhogy nem a nagy fizika tudomány doktorai, de nem baj. A lényeg az, hogy mi most nem, illetve pontosabban szeretném megmutatni nektek, hogy körülbelül hol vagyunk. Ehhez itten kicsit babrálok a számítógépemen, és oké, sőt, hogy lássatok is. Tehát mi most nagyjából ezen a gyönyörű környéken vagyunk, itt a háttérben lehet látni ez a Mont Blanc, meg ugye az Alpok, hozzátartozó Alpok, ez itt Genfi tó, a Genfi repülőtér, ami nagyjából olyan 3 kilométer hosszú, és hát ez a nagy sárga, ez a hosszú sárga, ami itt van, ez igazából a zászlós hajunk, ezt hívják úgy, hogy nagy hadronütköztető vagy LHC. Ez egy 27 kilométeres gyorsító gyűrű a föld alatt. Ugye összehasonlításképpen a 3-as metró Pesten azt hiszem olyan 30 kilométer, tehát nem egy olyan rettenetesen nagy a differencia. Itt látható, itt látjátok, fel van írva, hogy CERN. Maga az intézet az valahol itt van, a szaggatott vonal az a svájci-francia határ, kicsit átnyúlik rajta az intézet, de mi nem itt vagyunk, hanem itt. A túloldalán ennek a gyorsító gyűrűnek, mélyen bent Franciaországban, tehát ez a mélyen az, hogy innen van még vagy 6 kilométer a határig, mélyen bent vagyunk Franciaországban, egy Szeszi nevű kis település mellett. Itt van a mi detektorunk, ugyanis ez a CMS, ez a kompakt műon szolenoid, majd erről fogunk talán többet is látni, meg beszélgetni a nap folyamán. És hát körülbelül ez az, ahol vagyunk. Ja, közben még egy szolgálati közlemény, amit elfelejtettem. Ez nem egy formális előadás, sőt, ez inkább egy látogatás, tehát ha valakiben valami kérdés érlelődik, azt kérem, ne tartsa vissza, az nagyon nem jó. Várjuk a kérdéseket, vágjatok nyugodtan közbe. Van egy másik kapcsolódónk, az Arany. Ő nem fog tudni beszélni. Neki az lesz a dolga, hogyha kérdezni akar, akkor az applikáció alján van ez a Q&A, vagy kérdés-válasz, nem tudom, hogy van-e magyar verzió ennek a szoftvernek. Ott fölteheti a kérdését, és válaszolni fogunk rá. Jó, szerintem, nem tudom, még hirtelen mit lehet mutatni. Ja igen, tehát hogy a CERN, ugye beszéltem arról, hogy a nagy gyorsítónk az LHC, de hát ezen kívül van még egy csomó kicsi, de azt hiszem, hogy most egy picit csapongok, ezt engedjétek meg nekem, és előhúzom azt az előadást, amit a Noémi tartott egy pár hónappal ezelőtt a Magyar Tanárprogram keretében, ami egy egész jól összeszedett
előadás arról, hogy mi ez a CERN, meg mi a feladata. Amit itt a bevezető képen láttok, ez maga a főkampuszunk, ez az, amin úgy valahol, ha jól látom, körülbelül itt megy át a határ, igen, átszeli a francia-svájci határ, és hát ez körülbelül akkora, mint a Margit-sziget. Egy eléggé nagy intézetről beszélünk, ez a világ legnagyobb részecske fizikai kutatóintézete. Ezt 1954-ben alapították meg, egy nagyon egyértelmű probléma megoldására. A probléma pedig az volt, hogy a II. Világháború előtt ugye Európának volt egy egészen komoly kutatási előélete, hogy mondják ezt, advantage? Előnye. Előnye, bocsánat, a többiekhez képest. Ha csak a töri könyvet fellapozzuk, akkor elég sok mindent lehet látni. Na most a II. Világháború az eléggé komoly pusztítást végzett ezen a téren is. Ugye a kutatók egy jelentős részét azt hát Amerikába elmenekültek, egy másik részét, szintén jelentős részét konkrétan elvitték az oroszok, és egy sajnos nem elhanyagolható rész, az pedig egész egyszerűen belehalt ebbe a háborúba, és 45-ben itt lettünk, vagy itt álltunk mindenféle kutatási infrastruktúra, előny, lehetőség nélkül, úgyhogy közben az amerikaiak meg az oroszok már elkezdtek nukleáris technikát építeni. Nyilván ezt is a tankönyvekből azért elég jól lehet nyomon követni. Úgyhogy felmerült a kérdés, hogy ebben a helyzetben mit lehet egyáltalán kezdeni. Erre létrehoztak egy tanácsot, ez a C betű egyébként, mert a francia conseil szóból jön. Létrehoztak egy tanácsot arra, hogy mit kellene, hogy adjanak tanácsot, hogy mit lehet csinálni, és a tanács azzal a tanáccsal tért vissza, és itt ígérem, befejezem ezt a rettenetes szóviccet, hogy hozzanak létre egy intézetet valahol itt Európában, tömjék meg mindenféle földi jóval, ami a kutatóknak jó, és akkor talán a kutatók ide fognak jönni. Ha bármiféle hasonlóságot láttok a Szegedi Lézerfizikai Központ, vagy a svédországi neutron kutatóintézet között, akkor az nem a véletlen műve, ugyanis kiderült, hogy ez a modell, ez fergetegesen jól működik. Tehát itt létrehoztak egy intézetet egy semleges területen, a másik két pályázó Ausztria meg Nagy-Britannia volt, ugye egyik sem volt semleges akkoriban, jelezném, az osztrákoknál még bent voltak az oroszok jelentősen, tehát alapvetően egy semleges területre akarták tenni, maradt Svájc, itt pedig hát ugye az, hogy az ENSZ itt volt már a 30-as, pontosabban az azt megelőző intézmény, itt volt már a 30-as évek óta, egészen jó előnnyel bírt a helyválasztás kapcsán. Tehát létrehozták itt ezt az intézetet, 12 ország alapítja meg, nem csoda, magyarok nem léptek be akkoriban, mint ahogy a teljes keleti blokk kimaradt ebből a dologból. Mi valamikor 92-ben csatlakoztunk hivatalosan, de hát már 80-as éveki olvadás azért meglátszott, itt kutatók kezdtek már dolgozni korábban is. Ma 23 ország a tagországaink, ezeket lehet látni nagyjából ott a mellékelt ábrán. Vannak tagországok, vannak társult országok, vannak megfigyelők, meg vannak az egyebek. A tagországok azok európai országok plusz Izrael, a társult országok között, meg a megfigyelők között, meg olyan semmi kis gazdaságú országok szerepelnek, mint az Egyesült Államok, Japán, Oroszország, Kína, India, úgyhogy meglehetősen nagy a tömeg. Noémi közben figyelmeztet, hogy ne vegyem hosszú lére ezt a dumát. Ma ez még mindig európai intézet, de igazából ezt az ELT is ki lehet lassan cserélni egy W-re, tehát ez egy világlabor lett. Kutatással foglalkozunk, tehát az R betű a stimmel, és hát most már nem a nukleáris nekünk igazából a kutatási profilunk, hanem az alatti részek, részecske fizika, ma ezt így hívják. Jó, még egy dolgot gyorsan el akarok mondani, ez a költségvetés meg a pénz, mert ugye az emberek azt gondolják, hogy hát ez egy méregdrága játék, valóban nem olcsó. A CERN-nek az éves költségvetése nagyjából 1 milliárd svájci frank körül van,
Hát most már az nem 300 milliárd húf, hanem 400 fölött, de hát nem írom át a fóliát naponta. És ennek az országok, ugye a tagállamok a GDP-jük részarányában fizetnek be. Magyarország 0,6%-át fizeti a CERN költségvetésnek, ami nagyjából egy 2,5 milliárd forint éves szinten. Ezzel nem csak azt vásároljuk meg, úgymond, hogy kutathatunk itt, hanem alapvetően a cégeink beszállíthatnak, ami egy fontos dolog. Ilyen módon sok éven keresztül Magyarország pozitív szaldóban volt, több megrendelést kapott, mint amennyi a tagdíja volt. Bocs, ezt el kellett mondanom. Én a nyelvről nem beszélek, közben Noémi elindul. A Noémihez, csak azért, hogy lássuk a képet, van egy biztonsági emberünk, úgy hívják, hogy Cedric. Ő vele együtt a Noémi le fog menni a föld alá, közben én meg innen föntről foglak titeket szórakoztatni. Ha minden jól megy, akkor kézenállás nem lesz bele. Jó, szerintem induljatok el, és akkor én közben folytatom azt, hogy hogyan néz ki, hogyan épül föl a CERN. Tehát alapvetően ugye beszéltem arról, hogy vannak tagállamok, vannak megfigyelők, társult országok, és alapvetően a CERN-nek a foglalkoztatottjai azok két csoportba esnek. Az egyik a CERN staff, tehát akit a CERN alkalmaz. Az ő dolguk jelentős részben a gyorsító komplexumnak a életben tartása, meg a működtetése, meg a fejlesztése. És vannak az úgynevezett felhasználók, ilyet láttok most a mellékelt ábrán is, akik nem a CERN-nek a foglalkoztatottjai, hanem a otthoni intézményük küldi ki. Tehát minket a Noémivel az Atomki küld ki ide, és az a feladatunk, hogy az Atomki projektjeit toljuk itt a CERN-ben. Ezen kívül persze egy csomó minden egyebet is csinálunk, például ezeket a virtuális sétákat. Jó. Az elhelyezkedésre szerintem azért adom vissza ezt a képet, mert ez akkor egy másik perspektívából látjuk az egész elhelyezkedést. Ugye itt van a határ, a határ átmetszi a CERN-t, van egy kék gyorsítónk, ezt úgy hívják, hogy szuperproton gyorsító. Ez annak idején a W meg az Z-bozonok felfedezésében játszott jelentős szerepet, Nobel-díjat is termelt a 80-as évek közepén. Ma az ő dolga az egyik az, hogy segít nekünk előgyorsítani a protonjainkat, másrészt pedig saját kutatási feladatai is vannak. Például itt a teljesen Franciaországban levő, szintén meglehetősen nagy kampuszunkon úgynevezett állócéltárgyas kísérleteket folytatnak. Ugye ez az a kép, ami az előbb, ahol az előbb elkapcsoltam a másik fóliát. Ez a gyorsító komplexum. Az SPS-ről az előbb nagyon szűken beszéltem, az LHC-ról beszéltem, és hát lehet látni, hogy itt még egy csomó minden egyéb van. Például itt van ez a gyorsító, a PS, ami nem szuper, csak simán proton-szinkrotron. A földi jókról beszéltem, amivel kitömték az intézetet, amikor elkezdett itt a munka. Ez az első földi jó. 1959-ben épült, a mai napig használjuk. Látszik, hogy nem vagyunk pazarlók, ugye? A mai napig használjuk előgyorsítóként, meg nyilván neki is vannak egyébként fizikai programjai. És ez azért van, ugye beszéltem itt előgyorsításokról, tehát a mi protonjaink állóhelyzetből itt indulnak el most már a Linak 4-ből, és utána különböző fázisokon mennek keresztül, mire hozzánk érnek. Ugye a proton álló helyzetben nulla GeV mozgási energiával rendelkezik, ezt növeljük mi olyan 6500 valamennyire. Tehát rettentő sok mozgási energiát teszünk bele. Egyébként a nyugalmi tömege a protonnak nagyjából 1 giga elektron volt. Tehát azt is lehet mondani, hogy az ő mozgási energiája az ő tömegének a 7000-szeresen nagyjából. Tehát azért ez nem semmi. Ennyit beletenni anélkül, hogy tulajdonképpen használhatatlanná menne a nyaláb, egy körben nem lehet.
Tehát igazából ezeknek a gyorsítóknak az a lényege, mindjárt Noémi, ezeknek a gyorsítóknak az a lényege, mint az autóban, a sebváltónak, nem hármasban indítjuk el az autót, és nem hármasban megyünk fel az autópályán, mindig a megfelelő optimális dolgot csináljuk. Én most közben szerintem átadom a Noéminek a terepet, és akkor... De csak egy rövid időre veszem át, igazából csak azt akarom megmutatni, hogy én most mi a Szeddikkel a föld alatti világba megyünk be, és nem olyan egyszerű csak úgy beszédülni a detektorhoz. Várjál, én közben még itt bingizek a jó, ezekkel. De még nem indultam jó. el, és igazából beengedő kapuink vannak. Nem veszélyesebb a föld alatti világ, mint a metró Budapesten, úgyhogy nem egy túl veszélyes környezet, viszont azért mindenféle, ez egy ipari környezet, ezért mindenféle biztonsági vizsgát le kell tennünk, úgyhogy csak az már le a föld alá, akinek ilyen vizsgái megvannak. Úgyhogy ehhez van egy személyi doziméter, amit hordani kell, ezt megmutatjuk az ajtónak, ő megismer, és remélem be tudok menni a kamerával együtt. Van egy iris ellenőrzés, ezt megpróbálom a kamerába megmutatni, nyilván nem a kamerára kíváncsi, hanem rám, és ha minden rendben csináltam, akkor beenged. Csak annyit szeretnék mondani, hogy figyeljük a színeket, mert majd lesz szerepe. Itt már a liftnél vagyunk, most éppen a legmély 97 méter alatt van a föld felszíntől, mínusz 3-as szinten, de úgy látom, hogy te én közben visszaveszem, jó? Leteszlek kis képre. Jó, mert nekem úgy is meg pedig fog szakadni a kapcsolat. Így van. És nem találkozunk a föld alatt. Jó, mert nekem ez viszont nagyon jó esik, hogyha ez a témánál maradunk meg. Ugyanis a Noémi mondta, hogy a föld alá megy. A gyorsítónk a föld alatt van. Ennek egész egyszerűen az az oka, hogy most nem hozom vissza az előző képet, de lehet látni, de lehet, hogy visszahozom az előző képet, hogy itt rengeteg lakott település van a gyorsítón belül. Ha az összes földterületet meg kellett volna venni, akkor hát kifizethetetlen költségei lennének ennek a gyorsítónak. Ergo úgy döntöttünk, vagy úgy döntöttek azok, akik ezt tervezték, hogy beteszik a föld alá ezt a gyorsítót, már az előzőt, az SPS-t is. Ennek csak ilyen oka van, és nem sugárzási. Az amerikaiak például a Fermilabben a gyorsítóikat a föld felszínen építik, ott meg lehet tenni, de nyilván ott más is a jogi környezet. Európában nem birtoklod a talpad alatti részt, tehát ami a pince alatt van a házban, az már nem a tied. Amerikában meg igen, egészen a föld közepéig. Ennek az a következménye, hogy Európában nagyon könnyű metrót építeni, Amerikában meg nagyon könnyű meggazdagodni az olajból, de alapvetően ez a különbségnek ez az oka. Na, mentünk a föld alá, azért is 100 méter mélyre mentünk, mert az itteni kőzet az olyan, ugye ez nagyrészt ilyen kavicsos, vizes, mészkőszerű dolog, ahol ömlik a víz. Olyan földtani réteget kellett keresni, ami nagyjából stabil, és ez 100 méterrel a föld alatt van. Tehát odáig megyünk le. A Noémiék közben majd most már előbb-utóbb leérnek a föld alá, most indultak el. Ők itt mennek le a CMS detektornál. Négy nagy detektor épült a gyorsító körül, de majd ezekről azt hiszem, hogy lesz fólia. Amit lehet itten látni, az első szöveg az, hogy a valaha épített legnagyobb elemérése blablabla bla szöveg. Ebből én kihúznám innentől nagyjából idáig, tehát úgy is megáll a mondat, hogy az LHC a valaha épített legnagyobb berendezés. Ez valóban igaz, iszonyúan bonyolult, iszonyúan nagy. Az emberiség történetének a legnagyobb berendezéséről van szó. Talán nem a legdrágább, de a legnagyobb. Mindenképpen. Itt olyan a gyorsításhoz, pontosabban a pályántartáshoz folyékony héliummal hűtött szupravezető tekercsekre van szükség, 1,9 Kelvinen üzemelnek. Ez hűvösebb, mint az ősrobbanás után visszamaradt mikrohullámú háttérsugárzás
által felfűtött világegyetem, mert az olyan 3 Kelvin körül van. Tehát ez aztán tényleg nagyon hideg. Ahol pedig az ütközések vannak a detektorokon belül, az pedig, hát ha lehetne értelmezni a hőmérsékletet erre a pár részecskére, ugye ez egy statisztikus valami, meg ha ez egyáltalán egy egyensúlyi helyzet lenne, akkor azt mondhatnánk, hogy a világegyetem legforróbb pontjai. Tehát az átlag felhasználó azt gondolná, hogy a világegyetem legforróbb, meg leghidegebb pontjai között fényév milliárdok vannak távolságban, jelentem 50 méter. Jó, Noémi, szerintem visszaadom neked. És igen, akkor... mi megérkeztünk a föld alá, a lifttel. Jaj, egy pillanat, azt lekapcsoltam. Remélem, még megvan a kapcsolat, ugye? Megvan, és egész jó. Tehát olyan, mintha most kevesen használnák a mobiltelefonjaikat lent. A Noémi tehát... wifi-n meg mobilon van, tehát időnként megszakadhat, meg időnként lehet egy kicsit kásásabb a vétel, de hát ezt most szerintem fogadjuk el neki. Azt a függőleges aknát, ahol lejöttem, most megpróbálom megmutatni. A fent az a világosság, az a földfelszíni épületnek a teteje. Balra a beton fal, ott megy a lift, amivel lejöttem, és ez a fény, ami meg felmegy, ez igazából a látogatóknak van, ugye látogatókat is fogadunk a kísérletbe, ők ide erre a területre jöhetnek, de hova majd mi megyünk, oda látogatókat nem engedünk. Úgyhogy ez az extra virtuális látogatással kapcsolatban. Szóval ez a függőleg a sakna, ez a kisebbik, majd látjuk, hogy lesz egy nagyobb. A picit lehajlítom a telefont, nézzük meg, hogy mi van alul. És itt viszont én nem látom a telefont, de erősítsetek meg, hogy látszik, hogy mi van a lenti részen. Látszik. A Noémi 80 méter körül van, mert nem a legalján van ennek a függőleges aknának. Igen, még van. És amit van lehet látni, ez micsoda? Ez a függőleges akna alja, és hogyha lehet látni befele, még hogy folytatódik, az pedig a kísérleti akna. Nem tudom, hogy nem volt még szerintem szó arról, hogy igazából két föld alatti aknak. Keresem a képet, és mindjárt be is teszem. Amit úgy hívunk, hogy szervizcsarnok, ez ahol most vagyok, és amit pedig látunk ott egy picit a kép teteje fele, az pedig a kísérleti csarnok, ahol maga a detektor van. Szervizcsarnokban a neve is mondja, hogy szervizek vannak, minden, ami a detektor kiszolgálásához kell, és a LHC kísérletek közül a CMS az egyedüli, ahol itt a szervizcsarnokból le lehet jönni akkor is, amikor az LHC jár. Nyilván ez esetben, amikor az LHC üzemel, akkor a kísérleti csarnok be van zárva, és itt a függőleges aknába be van tolva egy fal, hogy... Ugye most a Noémi ezt mutatja nektek, ezt az átmenetet. Ugye a két föld alatti üreg között van egy 7 méter vastag betonfal. Ez azért van elsősorban, hogy a két üreg ne szakadjon be, meg össze, de ez egész jó sugárvédőfal, meg a mágneses teret is egy picit talán árnyékolja a benne levő vas. Középen itt át lehet menni, ebbe van egy, ezt láttátok az előbb, a Noémi elmondta, hogy ide egy dugót be tudunk szorítani, amikor éppen mérünk. Itt mentek le a PM54-es nevű függőleges aknán, itt fog sétálni egy kicsit a Noémi, majd, ha minden jól megy, akkor ezen a megkerülő alagúton be fog menni magába a igen. Kísérleti üregbe. Közben most itt sétálok az úgynevezett counting room-on, ennek nem tudom, mi a jó magyar fordítása. Itt ilyen hatalmas szekrények vannak, ezt úgy hívjuk, hogy rekkek, és ezekben elektronikák vannak, nyilván minden a detektorhoz, a detektor érdekében, például számítógépek, tápegységek, ezek például nagy feszültségű tápegységek, lehet látni a masszív csatlakozót, és hát persze az adatgyűjtésről se feledkezzünk meg, optikai szálak, rengeteg dolog, és ebből is, hogy mennyi sok cucc van, lehet érezni, hogy ez a rendszer, ez a detektorok rendszere, ami a CMS detektor, az mennyire egy komplex rendszer.
Én se tudom, hogy melyik kábel mire való, a feliratok az nagyon sokat elárulnak. Minden szakértő, tehát aki egy csoportba dolgozik, egy aldetektor rendszernél, ott azért úgy nagyjából sejtik abban a csapatban levő emberek, hogy mi hol van, meg hogyan. Nagyon sok dokumentációnk van, de nyilván az az ember, aki ennek az aldetektornak dolgozik, az tudja, hogy itt mi folyik, és micsoda, és mire való, és hogy lehet megjavítani, hogyha bármilyen probléma van. És nem csak az az egy szobánk van az elektronikákkal tele, hanem a fejem felett van még egy szinten fentebb hasonló szoba, hasonló mennyiségű rekszekrényekkel és elektronikával. Amit a Noémi mutat, azt a pirosat, azt konkrétan ismerjük, mert az a mi dolgunk, az a GEM detektor, egy műon detektor, egy nagyon új technológia, most kezdjük beépítgetni őket, láttatok egy csomó üres lukat. Ez a mi világunk, ezt egy picit talán jobban ismerjük a Noémivel, mint a többit, de az nagyon igaz, amit ő elmondott, hogy mindenki csak a saját területét ismeri, ez egy végtelenül bonyolult berendezés. Úgyhogy... Ide a regsorokhoz nem szoktuk engedni a látogatókat már. Nyilván nem szeretnénk, ha huncutkodnának velünk. Igen, nem szeretnénk, ha huncutkodnának velünk, akár úgy is, hogy nem szándékosan teszik tönkre, csak beleakadnak. Én közben, amíg a Noémi megy, én közben csak mellé teszem magam, és mellé teszem ezt a képet, meg a pofámat. Ez maga a detektornak a robbantott ábrája. Igazából, amit el kell mondani első körben, az az, hogy ugye itt osztogattak Nobel-díjat annak idején a W bozonokért, a Z-kért, meg nem is olyan túl régen, nagyjából 10 éve a Higgs bozonért, de hát azt azért el kell mondani, hogy ezek a részecskék annyira rövid ideig élnek, hogy még a proton nyalából sem képesek kijönni. Ténylegesen létező fogalmakról van szó, anyagi részecskékről van szó, de igazából annyira rövid ideig élnek, hogy közvetlenül őket nem lehet megfigyelni. Amit viszont meg lehet figyelni, azt, amire ők elbomlanak, és ezeknek a részecskéknek a pályáját, energiáját, impulzusát, meg hát az entitását mérve vagy meghatározva, következtetni tudunk arra, hogy mi történt magában az ütközésben. Hagy mutassak egy ilyen képet. Ez a kép arról szól, hogy 2011-ben talán, amikor készült, vagy 12-ben, akkor egy olyan ütközés zajlott le itt a detektor közepén, ugye innen meg innen jönnek protonok, amiben nagyon valószínűséggel, nagyon erősen gyanítjuk, hogy létrejött egy Higgs bozon. Ez a Higgs bozon ott azonnal el is bomlott két Z-re, bocsa, szakmázásért kénytelen vagyok, és a két Z egyenként elbomlott egy darab fotonra, meg még egy darab fotonra, a másik Z meg két darab műonra. Tehát ilyen módon tudtuk megfigyelni, és a kijövő részecskéknek a pályaméréséből, energiaméréséből, impulzusméréséből tudtunk arra következtetni, hogy itt igenis ezek egy eredeti részecskéből származnak, és annak a tömege az valahol a 127 giga elektron volt környékén volt. Nyilván nem egy mérést csináltunk, néhány százmilliót, ebből nagyjából 150 ilyen volt, aki ilyen gyanús volt, ez egy másik ugyanilyen. Ezeknek a statisztikája alapján kiderült, hogy az az egy részecske, ami ott képzi ezt, az igenis azokkal a tulajdonságokkal bír, amit az elmélet megjósolt, és hát így fedeztük fel a Higgs-et. Na most ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk valamit csinálni, ahhoz egy ilyen eléggé bonyolult jószág kell, mondanom sem kell, hogy ha valaminek a pályáját akarom megmérni, akkor próbálom nem piszkálni. Tehát megfigyelni inkább a pályáját. Ha pedig valaminek az energiáját akarom megmérni, akkor azt úgy tudom megcsinálni, hogy elveszem tőle, tehát a lehető legnagyobb izélgetést fogom csinálni. Na most ez nyilvánvalóan két külön detektor típus. Ennél kicsit bonyolultabb a helyzet, de ebből már lehet érezni, hogy egy homogén detektor típusból nem lehet építeni részecske fizikai detektort ezekhez a mérésekhez,
Ezért ilyen hagymahéjszerűen felépülő detektorok vannak. Egy másik ábrát mutatok róla. Ez ugye a szelete ennek a robbantott ábrának. Legbelül az ütközés környékén olyan detektorelemek vannak, amik arra vannak kitalálva, hogy pályát mérjenek. Ezek tulajdonképpen olyanok, mint a fényképezőgépeitekben a érzékelők, a CCD-k vagy CMOS-ok. Nekünk van 120 vagy 100 millió ilyen pixelünk, ami megint nem egy nagy ügy, mert a mai modern telefonokban már van ilyen. Igaz, mi másodpercenként 40 millió felvételt tudunk csinálni, na ezért vagyunk jobbak. És ezt lehet látni, hogy 10 koncentrikus hengeren oszlanak el ezek a detektorelemek, tehát három dimenzióban is képesek vagyunk rögzíteni a részecske pályát. Aztán utána vannak energiamérő detektoraink, és azért, hogy például a töltött részecskéket meg tudjuk különböztetni az egyenesen mozgó, töltetlen, semleges részecskéktől, még beépítettünk ide egy bazi nagy mágnes, tehát ha visszamegyek, az itt van, ez is egy szupravezető mágnes. Ebben a földi mágneses térnek nagyjából a 100 000-szerese van, már amikor be van kapcsolva, és ennek az a dolga, hogy a töltött részecskék pályáit meggörbítse, és ugye a pályaellenmérő detektorokkal lehessen mérni. Most van, a energia meghatározás az arról szól, hogy elveszem a részecske energiáját, kettő részecskének nem tudom elvenni az energiáját, mert olyan a áthatoló képessége. Az egyik a neutrino, ő el is repül, őt nem tudjuk érzékelni, semleges, nagyon gyengén hat kölcsön az anyaggal. Úgy képzeljétek el, hogy tulajdonképpen a Földön át tud, mint a bolygón át tud menni egy neutrino nyaláb, anélkül, hogy tulajdonképpen bármilyen szóródást szenvedne. Tehát őrá következtetni tudunk az anyag, az energia, meg az impulzus megmaradás feltételezésével, meg beleszámolásával. Meg van még egy részecske, a műon, ami szintén nagyon áthatoló, de ő töltött, tehát ő képes, ugye őt látjuk itt a belső hely meghatározó pályaellenmérő detektorokban, és hogyha a mágnesen kívülre felpakoljuk azt a rengeteg, az is itt van, a mágnes lemezek közé bepakolt rengeteg gáztöltésű kamrát, amiben ionizációt lehet csinálni, vagy tud csinálni ez a műon, akkor még ott is tudunk pályaelemet mérni. Úgyhogy nagyjából így épülünk föl. Én visszaadom a szót a Noéminek, mert egy nagyon érdekes helyen van. Igen, ugye mondtam, hogy a színekre figyeljünk. Ez egy nagyon hasonló kapu, majd hogy nem ugyanaz a kapu, mint ami a beengedő kapu, mint amit a földfelszínen láttunk. Ugye ennek sárga a színe, a fent meg ugye zöld színű kaput láttunk. A színeknek jelentősége van, a zöld az az, amikor akár üzemel az LHC, akár nem be lehet rajta menni, ha csak nincsen lezárva, viszont a sárga kapu az már úgynevezett interlokkolt kapu az LHC üzemeltetésével, tehát hogyha az LHC működik, és be kell, valaki betör rajta, kinyitja, akkor az LHC működése megáll. Tehát nyilván azt nem áruljuk el, hogy lehet feltörni ezt a kaput, de szerintem eléggé intuitív viszont a dolog, tehát elég hamar rájönnétek. Noémi, én azt javasolnám, hogy menjetek be, mert 41 van, 42 van. Okay. Közben pedig, ha kérdés van valahol... De akkor mondd el. Jó. Hát tulajdonképpen az van, hogy az, amit a Noémi elmondott, tehát, hogy ha ezen a kapun betörne, akkor, amikor nyaláb van, akkor leállna a teljes gyorsító. Kamerák vannak jobbra-balra felrakva, tehát ezt nem lehet csak úgy megúszni, valami jó mesét is kell hozzá gyártani, ha az ember ilyet csinál. Most pedig azért tudnak bemenni, mert nincs nyaláb. Két héttel ezelőtt, október 30-án reggel 6 órakor véget ért az idei nyaláb, és azóta egy másik üzemmódban vagyunk, piszkáljuk a detektort, kinyitjuk, pakolászunk benne, karbantartást végzünk, új detektorelemeket rakunk föl, és persze néha beengedjük a látogatókat, meg beengedjük a virtuális sétát. Noémi, folytasd, kérlek! Igen, most nekem is új a konfiguráció, mert ez még tegnap nem így nézett ki.
Tehát bejöttünk a detektor csarnokba, amúgy ahol vagyunk, ez a látogató rész, tehát ez a kis elkerített rész, ahova látogatókat beengedünk, a karám. Ha valaki személyes, valaki személyesen jön. És ez nagyon úgy, mert tegnap nyitották ki a véglezáró dugót, tehát ez a 1-2-3 elem, és beláthatunk a detektor belsejében már, amennyire tudok. Szerintem kimegyek a karámból. Én hozzáadom az előző képet, tehát ugye ez az a vég, amit kihúztak, ez három darabból áll, ezt is széllyel fogják egy picit húzni, mert nekünk abban a most körülbelül 1 méteres nyitottságú részbe kell majd dolgoznunk, nem itt, a másikon, ahol ja, persze. Igen, a GL2-1-en, majd ott töltjük a napjainkat a következő hetekben. Persze ezen az oldalon is fogunk dolgozni. Jó, és mondjad. Annyira most van a nyitás, hogy még itt vannak a kollégák, akik éppen lehet látni a kábelt, amivel meg van fogva ez a detektor elem, és a másik oldalt is, és ezek a tappancsok, a narancssárga tappancs, ami az pedig légpárna, ami egy picit megemeli nagyjából 1000 tonnás objektumot, és tudják húzni a kötelekkel. Tehát tulajdonképpen súrlódás nélkül, vagy nagyon minimális súrlódással lehet mozgatni ezeket a nagyon nagy detektorelemeket. Ugye szét kell húzni, mert különben nem férünk oda. Tehát normál üzemben, amit most a Noémi mutat felület, meg amit elhúztak, között nagyjából egy olyan 20 centi van. Láthatóan rengeteg, rengeteg alkatrész van bent, köztük ezek a fekete kerékpárvál-szerű dolgok is, amikkel mi dolgozunk a Noémivel, ez a miénk, ez az egyik magyar projekt. Tehát alapvetően nem tudnánk hozzájuk férni karbantartásra, vagy egyéb szerelésekre, ha nem lenne széthúzva a detektor. Ezért kompakt műonszolenoid, tehát ugye kompakt, mert kicsi, ezen az ábrán lehet látni, hogy ezen az ábrán lehet látni, hogy hát 15 méter, én 16-ot tudok, magas, tehát egy 4 emeletes ház mérete, és nagyjából 14.000-14.500 tonna. Különböző források különböző értékeket adnak meg, de nem olyan nagy a szórás. Tehát egy borzasztóan nehéz, az Eiffel-toronynál kétszer nehezebb, jó részt, hát ugye a vas adja itt a nagy nehézséget hozzá, az azért kell, hogy a mágneses tér az be legyen zárva, meg homogén legyen. De hát jó, kicsi közben... ez a detektor, az Atlas, ami velünk szemben van, és ugyanilyen detektor az LHC-n, annak minden dimenziója a duplája a miénknek, viszont nagyon sok benne a luk, ennek mérés filozófiai oka van, ebben most nem megyek bele, de ha kérdést kapok rá, akkor belefogok. Noémi, hol megy az LHC? Most vagyok alattam igazából. Most vagyok a detektorcsarnok szélén, itt a zöld csővel, vagy... Hát a zöld az egy árnyékolás, igen, abban árnyékolás, megy a gyorsító. Abban van a cső, a gyorsító cső. Majd mindjárt csak átmegyek a... Visszaadom a képet, és akkor mutogatom. Tehát a Noémi... Mindjárt megmutatom Igen, tehát láthatóan itt van a nyalábcső. Ezt majd mindjárt lehet látni is messziről. És ez maga az LHC. Itt már egy csőben mennek egymással szembe a protonok. Amúgy a kísérleteken kívül két cső van, két vákumcső, az egyikben óramutatójárásával megegyezően, a másikban pedig azzal ellenkezően mozognak a protonok. A kísérletek előtt összeterelődnek egy csőbe, és ebben a csőben össze is fókuszálódnak, tehát nagyjából az 1 mm-es nyalábok a hajszálamnál vékonyabb méretre, néhány száz mikronra fókuszálódnak össze, néhányszor 10 mikronra, és úgy terelgetik őket, hogy pontosan a detektor közepén ütközzenek. Ez a feladat nem túl bonyolult, körülbelül olyan, mint hogyha egy tűfokán kellene átlőni, mondjuk úgy, hogy a tű a Holdon van.
Látszik a képem? Most már jobban, hogy elvettem az enyémet. Jó, tehát itt van a nyalápső, és tényleg ott a legbelsejében van az ütközési középpont. Jó, annyit akarok még mutatni itt ezen a részen, hogy itt lehet látni ezt a lukat, ami éppen most fel van szedve. Tehát reggel még ez az elem itt volt, és most húzták el idáig. Ezek a kábelcsatornának a helye, egy ilyen kábellánc, mert ugye a nyitáshoz nem akarjuk kikötni az összes kábelt. Összesen ami van 120 millió adatcsatornánk, ha mindent ki kéne húzigálni, meg a végén vissza kéne dugdosni, az azért eléggé úgyhogy kellemetlen. Itt még a detektor alatt van egy emelet pontosan ezeknek a kábeleknek a elrendezésére. És ott van nagyjából a 100 méter egyébként. És jó, közben azt akarom mutatni, hogy ugye így néz ki a nyitott állapotban, és tök jó, mert lehet, hogy már délután le is tudjuk venni ezeket a cuccainkat. Viszont most olyan a leállási stratégia, leállási program, hogy a másik oldalát a detektornak nem nyitjuk ki. Tehát meg tudom mutatni azt, hogy hogy néz ki a detektor, amikor az LHC üzemel, és ugye minden szimmetrikus. A szimmetrikusság miatt mi trükköt vezetünk be, hogy mínusz oldalon vagyok, meg pár oldalon, mert ha ezek a feladatok nem lennének, a kezdő ember nagyon könnyen el tud veszni, és még a gyakorlott is. A gyakorlott is, igazából gyakorlott szemnek van néhány támpont. Ugye az előbb mutatott összekötő luk, vagy a Noémi által nem mutatott függőleges akna, majd mindjárt azt ja, is igen, megmutattatom azt vele. Ja, igen, visszamegyek, igen, bocsánat. És alapvetően ebből tájékozódunk mi is a föld alatt, de meg tudunk igazából zavarodni, még ennyi év után is. Szóval így néz ki, amikor ezek a véglezáró lemezek be vannak zárva, tehát egy nagy pirosat lehet látni a detektorból. Van itt egy úgynevezett hadronforgat karométer, tehát ez egy energiamérő detektor, ami kis szögbe kirepülő részecskéket mér, és ez a narancssárga mögött van a nyalápcső, tehát ez is egy árnyékolás, és utána pedig a onnan meg az alagút. Tehát így nézett ki két héttel ezelőtt, szóval, hogyha akkor lett volna a látogatás, akkor csak ilyet tudtam volna mutatni nektek. Itt közben azt látom, hogy serény munka folyik, éppen a daru felújítása miatt, úgyhogy majd meglátom, hogy hogy tudok lemenni itt a föld. Szerintem... Hát csak olyan helyre, ami nincsen elkordonozva, mert ugye igen, felvétel készül róla, elég könnyen el lehet minket szerintem majd kapni. Átmegyek a vissza a negatív oldalra le, és akkor majd onnan megközelítjük a helyszínt. Nem olyan könnyű most navigálni a detektorcsarnokba, így napközben. Szóval közben az elemek, hogy ugye itt vannak vannak a feliratok, innen tudjuk, hogy ez a lezáró rész, ez már itt a hordó rész, és közben, hogyha egy, hát nem tudok nagyon jól, de körülbelül ennyi a távolság. A rés, igen, tehát nem kellemes oda bemenni, maradjunk annyiban, inkább széthúzzuk a detektort. Tehát igazából ez a kompaktság ára, és hát alapvetően, jó, és akkor közben én szerintem beadom a én képemet is, mert ez egy eléggé ilyen látványos szokott lenni. Tehát ott látjátok az én enyhén kopaszodó fejemet. Én egy ilyen kerítés előtt állok, és azért van kerítés, mert itt van a függőleges akna mellettem. Tehát ez az a... Én jobban nem tudom, már lejjebb elhagytuk a kamerát, jó? Jó, oké, nem baj. Nem baj, tehát alapvetően annak a tetején vagyok. Azt elmondtuk-e, hogy ezt a detektort igazából a földfelszínen építettük meg? A nagyja részét, 90%-át. Nem, de most nem is tudom megmutatni, mert az a kamerám az éppen megállt. Nem baj. Úgyhogy ebben a csarnokban, ahol vagyok, ez egy bődületesen nagy csarnok, ebben épült meg a detektor, ez ott van a Noémi fölött igazából, és ezeket a szeleteket egyenként darusztuk be a föld alá annak idején, nagyjából 2006 és 2008 között.
ezek közül a legnehezebb elem, az 2200 tonna volt. Tehát itt már nem egy darúval, és főleg nem ezzel a sárga kis vacakkal kalamolunk, az csak olyan 40 tonnás, a fölöttem megálló is éppen 80 tonna, hanem az épület köré épített logisztikai gép emelte le ezeket a detektorelemeket a föld alá. A dolognak volt egy pikantériája, hogy igazából ilyen gépekből nem túl sok van, jó? Ilyen gépekből nem túl sok van a Földön, és olyan nagyjából olyan 10 hajóépítésekhez szokták használni, de ilyen mobilokból igazából tán 10 darab van, és ennek a következő munkája az akkori dél-afrikai foci VB stadion szerelése volt, úgyhogy össze kellett kapni magunkat, nem húzhattuk az időt a leemelésekkel. Van-e kérdés közben, Miki? Egyelőre így csöndben nézzük. Bennem azt fogalmazódott meg, hogy elmesélnéd, hogy a Nobel-díjnak mi a feltétele? Hogy ez... Hogy minek a feltétele? A Nobel-díjat, mert ugye... Ja, igen. A Nobel-díj az arról szól, hogy olyan kutató kaphatja meg, ugye maximálisan 3, ahol a Nobel-díj felezhető, és a egyik fele még egyszer felezhető. Tehát olyan kutató, természetes személy, élő személy kaphatja meg, aki olyan dolgot talált ki, ami az adott tudomány területet paradigmaváltásra kényszeríti. Tehát ha megnézzük a Higgs bozon, annak idei kitalálása Higgs, Brut és Englert által, ez igazából egy eléggé különleges dolog volt, mert olyan dolgot kellett feltételezni magáról a vákumról, azaz, hogy van neki saját energiája például, ami nem volt triviális. Igazából őket, maradjunk ennyibe, ki is röhögték. Tehát a Higgsnek volt egy elég kellemetlen periódus, amikor csak azért hívták meg konferenciákra, hogy jókat röhögjenek rajta. Elég komoly elégtétel volt, amikor 50 évvel, 40 évvel később megtaláltuk a részecskét. Jó, persze sejtettük, hogy valaminek lennie kell, mert a 80-as évek óta már elég egyértelmű volt, hogy valószínűleg valaminek lennie kell odakint. Igazából a Higgs-féle feltételezés annak idején a 70-es években, 80-as években megreformálta a fizikát. Ha most éppen a legutóbbi dolgokra, a Karikó Katalin féle dolgokra próbálunk utalni, hát ott is ez a RNS alapú vakcina dolog, ez igazából egy nagyon komoly áttörés az orvostudomány területén, tehát a Nobel-díj erősen indokolt. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem mi kaptuk a Nobel-díjat, ugye a mi kísérletünkben vannak 5000-en, meg az Atlaszban is vannak körülbelül 5000-en, miért nem 10000-en kaptunk Nobel-díjat, ennek az az oka, hogy ugye összesen 3 felé osztható, és természetes személynek adható, mi nem egyenként jegyeztük ezt a dolgot, hanem a kísérletek, a két kísérlet szervezetnek nem adható Nobel-díj, ugyanis. De igazából büszkék vagyunk arra, hogy én személy szerint büszke vagyok arra, hogy akkor én már itt voltam, amikor ez a dolog megtörtént. Ennyi. Közben, ha elvehetem a szót, itt a középső gyűrűnél lehet látni azt a gépet, ami a drótot húzza. Most nyilván nincs rajta terhelés, tehát de látszik, ahogy éppen húzza elfele. Nem egy ez egy meglehetősen kicsi eszköz. A detektorhoz képest. Igen, és itt esetleg lehet látni a két elem közti távolságot. Picit jobban, mint az előbb. És egy picit közelebbről látni a légpárnát. Nyilván azért nem csak sima légpárna van, hanem azért van trükközés, hogy ez a padló, ez egy fémpadló, nagyon sima, akkor be van egy kicsit zsírozva a felület húzás előtt, úgyhogy azért vannak itt még... Megvan ennek a technológiája nyilván, tehát ez egy eléggé... Ez is innovatív egyébként. Még szeretnék egy kis játékot belecsempészni a látogatásba. Ugye beszéltünk, hogy milyen erős a mágneses tér a detektorba, hogy 3,8 tesla,
a külső részen két Tesla, és ugye minden, amit piros, az vas, azért, hogy meg bezárja itt a sárga is, amit látok. A sárga is az, de a másik szerepe nyilván az, hogy tartó szerkezet, tehát a detektornak legyen tartása. Hát meg az, hogy homogenizálja a teret. Homogenizálja a teret, igen. De ezt mondtam az előbb. Szóval vannak a kezembe papírösszefogók. Rendkívül fejlett mágneses térérzékelő technológia. És nincsen bekapcsolva a mágnes, mert ugye akkor nem lehetnének itt gépek. De azért meg lehet mutatni, hogy a mit művel a vas, vagy a mágnes ezzel a vassal. Persze van azért, kicsit trükközni kell a fizikával, mert ugye van egy úgynevezett csúcshatás, ahol erősebb, legerősebb a tér, ott erősebb. De lehet ilyen szép dolgokat. Tehát ez az úgynevezett remanens tér, amikor a felmágnesezel egy vasat, és utána kikapcsolod a mágnest körülötte, akkor a vas mágneses marad valamennyire. Ez az, amit most a Noémi demonstrál. Amikor be van kapcsolva a mágnes, akkor ezen a ponton mi egyszer kimértük, olyan félteszlás tér van, ott nem ezekkel a papír gépkapcsokkal szórakozunk, hanem a 19-es villás kulcssal szoktuk megmutatni a teret. Ha az föltapad a vasra, akkor azt azért már nehezebb leszedni, viszont megvan az az előnye, hogy az nem repül át a szobán, ha kiejted a kezedből, úgyhogy ott már ezek a gémkapcsok azért már veszélyesnek minősülnek. Pontosan ezért. Úgyhogy ennyit azért lehet mutatni a mágneses térből. Jó, figyelmes. Kikusan jönnek, és nem tudom mondani, hogy közben szólok. Mondjad. Egy óránál járunk, és én még legalább kettőig el tudnám nézni. Egyedül tényleg azt, hogy ugye iskolai keretek között kicsit kötött az idő. Van egy kérdése valakinek, bárkinek azzal kapcsolatban, amit láthatom? Van-e bármilyen robbanás veszély? Mi az, hogy robbanás? Ezt most tisztázzuk. Kémiai robbanás? Nukleáris robbanás? Vagy csak egyszerűen a hőtágulásból eredő robbanás? Ez utóbbi, ez a harmadik, ez egy létező veszély. Ugye kriogenikus anyagokkal dolgozunk, nagyon hideg anyagokkal, amik ha elmelegednek, ugye a mágnesek tudnak olyat csinálni időnként, hogy elvesztik a szupravezetésüket, akkor elforhatnak, és akkor pukkanhatnak a dolgok. 2008-ban pukkant az LHC ilyen módon. Nyilván erre is fel vagyunk készülve, meg vannak úgy csinálva ezek a berendezések, hogy ne szétvetüljenek, hanem kinyíljanak szelepek. Ami a másik robbanásokat illeti, kémiai anyagokkal nem dolgozunk igazából, tehát robbanékony kémiai anyagokkal nem dolgozunk. Van egy-két lobbanékony gázunk, erre megfelelő eljárásaink vannak, hogy az ne robbanjon be. A nukleáris szerintem az érdekel itt titeket alapvetően. Amiket mi csinálunk a detektor közepén, azok nagyon pici, tulajdonképpen mi nem is robbanásnak hívjuk, hanem anyagenergia átalakulások. Ezeknek a teljes energiája rendkívül alacsony, az energia sűrűsége viszont elképesztően nagy. Ebből olyan robbanás, ami szépen szétvinni ezt az egész kóceráit, olyan nem történhet. Annak idején volt arról beszéd, 2006 körül, talán még igazából peris volt belőle, hogy majd mi olyan fekete lyukakat hozunk létre a detektor közepén, amik szépen elnyelik az egész detektort, meg itt a Földet, meg a teljes civilizációnkat. Mi több még ilyen animációt láttam is a YouTube-on, szerintem még mindig kint van, mikor a kedvenc parkolómat nyeli el a fekete lyuk. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt nagyon szeretnénk, hogyha ilyen fekete lyukakat tudnánk költeni, mármint, hogy ilyen apró fekete lyukakat tudnánk létrehozni, viszont az is nagyon igaz, hogy az összes modellünk, ami a fekete lyukakról szól, az sok mindenben nem egyezik meg, de abban megegyezik, hogy a fekete lyukak egy úgynevezett Hawking sugárzással szépen elpárolognak, és ennek a sugárzásnak az erőssége
hogy teljesítménye attól függ, hogy mekkora a fekete lyuk, mármint fordítva. Tehát mennél kisebb a fekete lyuk, annál hamarabb párolog el. Mi azt látjuk a modellekből, hogy ez a fekete lyuk olyan hamar elpárologna, még hamarabb, mint hogy bármivel összeütközne. Tehát valószínűtlen erősen, hogy ilyen fekete lyukas történeteink legyenek, bár a sci-fit én is kedvelem, mint az irodalom egyik részét. Alapvetően ilyen nem történhet. A másik pedig, hogy miért is nem történhet, arra egy eléggé ilyen furcsa magyarázatom van. Itt vagyunk ezen a sárgolyón 4,5 milliárd éve, közben kialakult egy elég komoly civilizációnk, hát ezt most demonstráltuk is az elmúlt egy órában, és folyamatosan érik kozmikus sugárzás ezt a bolygót. Ezt mérjük, látjuk, tudjuk. A kozmikus sugárzásban vannak olyan részecskék, amik nagyon sokszor, sok ezerszer, sok milliószor gyorsabbak, pontosabban több energiával rendelkeznek, mint azok, amiket mi egyáltalán tudunk kelteni a gyorsítóinkban. Ezek a részecskék évmilliárdok óta ütköznek a Föld atmoszférájával. Ha olyan fekete lyukakat lehetne kreálni, amik elnyelnék a Földet, akkor mi ma nem beszélgetnénk itt. Ez ilyen egyszerű. Tehát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy mi veszélytelenek vagyunk, mint egy hópihe. Van egy kérdésem, hogy menjek-e közben fel a felszínre? Vagy maradjak itt? Vagy hát szerintem, hogyha kérdés jön, akkor jobb, hogyha te maradsz, mert akkor te bent vagy a vonalban, és nem veszítünk el. Jó. Van bármilyen kérdésünk. Csöndben vannak a fiatalok. Maradtok még? Mióta csináljátok pontosan? Hát én még egyetemi hallgató koromba kezdtem el, a utolsó éven ezt a CERN-es bizniszt 1995-ben, még kimondani is szégyellem, majdnem 30 éve. Noémi egy kicsit később, nagyjából egy olyan 5-6 évvel, 8 évvel később kezdte el csinálni, és hát azóta csinálgatjuk. Mi nagyon sokáig jöttünk-mentünk CERN és Debrecen között. Ugye nekem volt ott van is a mai napig egy állásom az Atomkibe, azelőtt az egyetemen tanítgattam, igen, azt hiszem erre ez a legjobb szó, tanítgattam, és aztán utána 2008 decemberétől vagyunk itt folyamatosan. De ahogy mondtuk, mi tulajdonképpen magyar színekben vagyunk, és magyar projekteket csinálunk, vagy legalábbis ez a fő dolgunk. Mind a mellett persze hát sertepert élünk, tehát részt veszünk most már ebben a GEM nevű detektornak a munkájában, földmérési dolgokban, ebben a Noémi egészen jó. Én meg hát jártatom a számat, ahogy szoktam. Hát nem tudom, Noémi, bármilyen gondolat még? Én azt hiszem, körbe mentem, még ha akarjátok, el tudunk sétálni oda. Igen, akarjuk. Jó, oké. Okay. Elkérem Cedric-től a kamerát. Szóval itt van az a fal, amit mondtam a két csarnok között, amit be lehet tolni. És ugye itt a lift akna, és itt fel tudunk szépen nézni a függőleges aknán. Úgyhogy az előbb ott jöttek le. Ott onnan jöttem be, és most a legalján vagyunk. Hát jó mélyre kell merülni ahhoz, hogy az ember felemelkedhessen, de hát ezt tudjuk. És ugye erre használjuk ilyenkor, hogy nagy objektumokat le lehessen darúzni ide a föld alá. Többek közt onnan is, nem csak innen, ahol én átsorgok. Jó, hát tényleg fantasztikus, nagyon szépen köszönjük kérdéseket, felmerült. Még van egy adósságom, hát ezt nem tudom, hogy most szeretnéd itt frissében és élőben. Én erre annyiban készültem, hogy a hallgatóságot behelyezzük valamilyen kontextusban. És azt találtam ki, hogy elmondjuk azt a tanárúra, nekem, Miki, hogy mi egy baráti társasághoz tartozunk, és hát
igen-igen előfordultak partik, ahol, hát nyilván most ez nem kiskorú megrontása, szerintem ők már találkoztak az alkohollal, mint olyannal, ahol hát fogyasztottunk is, és ilyen partik során mi rendszeresen a Mikivel azt csináljuk, hogy én beszélgetek részecske fizikáról, ő pedig adiverseket szaval. Ennek a dolognak ez igazából nem egy ilyen öncélú valami, és ezt akartam elmondani a csapatnak, és remélem nem rombolom le a tanári tekintélyedet teljesen. Amikor Adi élt ugye a 1900-as évek elején, ez időben egybeesett, kérem szépen, a kvantummechanika születésével, a speciális, meg az általános relativitás elmélet születésével, és igen, szokás volt akkoriban, különböző szalonokban, a partikat így hívták annak idején, beszélgetni ezekről a témákról. Tehát amit mi a tanár úrral Mikivel csinálgattunk, meg csinálgatunk, az semmiben nem különbözik attól, amit irodalom órán majd fogtok tanulni. És akkor most adom át a szót Mikinek. Ez akkor egy adivers, az ára egyébként fantasztikus és gyönyörű körülvezetésnek. Igen, köszönöm, igen, köszönöm. Adi Engle, a tűz márciusa. Csámpás korognetán ez a világ, és a végben hanyatlik itt annyian űzte. De életvittel él üldözött haló március kofáinak szentjeire. Hadd szóljam szitkács dicsét a tűznek. Hadd halljék végre egy olyan magyar szav, aki sohasem fél, de most már nem is fél. De ki a sírjáig eljut lázítva bárhová gőgös grófi szó, s piszkos szolgainek, vesz nem azért kértem, mert magyar vagyok, s terhére a föld száz konciusának, s haldoklom, mégis elküldöm magam az új, jobb március ifjúságnak. Fiatalok, nincsen nem igaz szavatok. Százszor többet merhettek, mint hogy mertek. Szebb, jobb, békésebb sorsa sose volt, mint mai bús magyar ifjú embernek. Úgy nézzetek szét, hogy itt még semmi sincs. Csak majmolás, álulság, gazbírság. De ne higgyétek én, ifjú véreim, hogy holnap könnyebb lesz a mártírság. Búsabb az ifjú magyarnál nem lehet, mert él vasák és buták közepette. Siába lett acélból itt a szív, szép ember szintén szikrázni, ha akar, a honilosra megfogta, megette. De tűz és tűz, én ifjú testvéreim, a tüzet ne hagyjátok kihalni. Az élet szemtokokból élni akar, és ha valakit Magyarországra dob ki, annak százszor tengert kell akarni. Életet és hitet üzen nektek egy halálát. Nektek fiatal elhagyott testvérek, az olvasztó lángját köri a hamu, és a tűz óvaját, hogy ne csüggedjetek el, március van, és határtalan az élet. Köszönöm szépen, megható. Aki igazán a tapsot érdemli, az Zoli és Noémi, hiszen... ...olyasok átkaptunk, amit földi halandó többsége nem lát, és érdemes ezt tovább gondolása. Nagyon szépen, nagyon hálásan köszönjük. Mi köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és nagyon szépen köszönjük a verset is, mert ez egy... Mi csináltunk már nagyon sok virtuális sétát másokkal. Ilyen végű soha nem volt. Csak veled. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És remélem, hogy össze is tudjuk, hogy személyesen szólt. Bízom benne. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Hello, hello. Sziasztok. Sziasztok. Thank you.